Készül a nyári nyitvatartásra a dr. Csépe György Uszoda és Telmás Strand. A létesítmény jelenleg csak hétköznap van nyitva, de hogy mi lesz a folytatásban, arról az üzemeltető sportfólió Kft. ügyvezetőjével Juhász Péterrel beszélgetek. Szia Peti, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Szervusz! Kezdjük azzal, hogy most túl vagytok már a téli fűtési szezon nagy részén. Beváltotta -e a hozzáfűzött reményeket az a beruházás, amit véghez vittetek a strandon? Azt gondolom, hogy a decemberben úgymond csatasorba állított elektromos árammal működő levegőhőszivattyús rendszer egy 140 kw teljesítményű gépről beszélünk. Ez azt a feladatát megoldotta, ami arról szólt, hogy a fedett medencetérben két medencét tudtunk üzemeltetni. Itt segített a vízhőmérséklet biztosításában, illetve a légtérhőmérséklet biztosításában. Ezek mind a és a szabályok szerint elvártak szerint, illetve pluszban az öltözőházban is a meleget megoldotta. Most egy olyan ö, válaszút elé álltunk, ö, kvázi április végével, amikor már ugye ilyenkor normál esetben is a nyári nyitvatartási rendre készülünk, azaz a szabadtéri merencéknek az előkészítését ö, fogjuk megkezdeni hamarosan. Ez azért lényeges, mert ugye nem mindegy, hogy majd milyen áron és melyik medencéket tudjuk üzembe helyezni, hiszen most is csökkentett medenceszámmal számmal és csökkentett napi nyitva tartása, ugye ahogy mondtad, a szombat-vasárnapok kimaradtak. Nagyon fontos, hogy most egy új szakaszba léptünk, és most visszaváltottunk távhőre, hiszen most nem kell olyan mértékben a külső hőmérsékletet befolyásolnunk, az épületet fűteni magyarán, hanem csak a víz hőmérsékletét kell megoldanunk. Illetve egy másik fontos lépés, hogy a kormány időközben az eredetileg 56 ezer forintra kiírt egy gigazsúlós távfő árát lecsökkentette, és most megpróbálunk egy olyan rendszert, hogy csak a távhő és a hulladékvíz visszanyerő berendezésünkkel próbálunk egy megfelelő minőségű és hőmérsékletű vizet biztosítani a fedett medencetérben valamint majd május második felétől ugye a külső 50 méteres versenymedencét is el kell kezdenünk felkészíteni, hiszen ott van egy rengeteg 2700 köbméter mennyiségű víz, megfelelő víz, hőmérséklet, megfelelő vízminőség, ezek mind-mind hetekbe tellenek, és ne felejtsük el, hogy június 3-án vagy másodikán az első szombaton már országos Diákolimpia döntőt rendezünk. Tehát most egy olyan próba folyamatban vagyunk megint, amilyenben még eddig nem voltunk, de nyilván ezeken át kell esni ahhoz, hogy pontos adatokat tudjunk nyerni, hogy melyik rendszer a leggazdaságosabb a jövőt illetően. Én azt gondolom, hogy a villamos áramos rendszer, amit a levegőhőszivattyúnak hívunk, beváltotta a reményeket, képes volt a levegőhőmérsékletet és a vízhőmérsékletét is egyaránt tartani, azon, üdemi, azon üzemidőszakban, amit mi szintén úgy nevezünk, hogy próbaüzem, hiszen anélkül, hogy nem próbálunk ki semmit, anélkül, hogy nem télen próbáljuk ki, ugye ez pontosan januártól beleesett, amikor már át tudták adni a berendezés használatra, gyakorlatilag ez meg is valósult. Most a fedett részen egy újabb medencét tudtatok megnyitni, illetve a hogy tudtatok-e már valamire jutni a hétvégén nyitva tartással a kapcsolatban? Most, hogy átváltottunk távhő üzemmódba, ez olyan érdekes, amit ilyen futurisztikus hangzik, hogy távol üzemmódba váltottunk. Most teszünk egy olyan próbát, hogy beüzemeltük a plusz élménymedencéket is, tehát három medencével megyünk. Én azt gondolom, hogy ezt is jól bírja a rendszer, és tervezzük a nyári nyitvatartási rendben a szombat-vasárnapi nyitvatartás is, hiszen azért nyáron a strand az, az mégiscsak arról szól, hogy péntek-szombat-vasárnap lemegyünk, egy kicsit lazulunk a strandon és jól érezzük magunkat. Nyilván már nagyon sok egyéb program is szerveződik, sportprogram, az úszóversenyeken kívül a strandra, nyári táborok, stb. Tehát én, én úgy gondolom, hogy ezzel a rendszerrel fogunk tudni üzemelni, és nagyon bízom abban, ezt május végén egész pontosan el fogjuk tudni dönteni hogy milyen nyitvatartással, tehát magyarán szólva hétfőtől vasárnapig az eddigi megszokott nyitvatartási rendel tudunk működni, a nyitvatartási idő pedig továbbra is marad a klasszikus reggel 6-tól este 7 óráig, hiszen nyáron így működünk hétközben, és terv szerint ugye szombat vasárnap is nyitva leszünk majd. Most a próbafűtést tudjuk, a programok szerveződnek, a nyári felkészülés az egyébként miben nyilvánul ezen kívül még meg. Hát a nyári felkészülés ugye azért tudni kell, hogy több mint két és fél hektár terület van zöld terület. Ennek a úgynevezett klasszikus karbantartása, ugye a sok csapadék azért most meghúzta a füveket és a különböző sövény és egyéb olyan állományunkat, amit a természet adott. Hál' Istennek, jól nézzünk ki. Tehát a fiúk és a hölgyek is természetesen ezt a terepet is gondozzák. Illetve maga a kültéri medencéknek a, a takarítása, a fertőtlenítése zajlik új vízminták vétele indul el, illetve a szabadtéri olyan sportpályák, hát hogy is fogalmazom, felkészítése, hogy csak egy egyszerű példát mondjak, a homokos strandröplabda, a pályából a gyomokat ki kell szedni, a lelátó alól, meg minden máshonnat is, tehát ezeket is elő kell készíteni, illetve most még van egy olyan, amiről nem beszéltek, egy kicsit titkos meglepetést szeretnénk okozni a nyáron. Annyit tudok mondani, hogy tárgyalásban vagyunk a Károly Robert Egyetemmel, és lehet, hogy nyáron lesz egy újabb kis plusz olyan történet, ami akár még a téli időszakot is befolyásolhatja majd. Na akkor most ezt a kaput nyitva hagyjuk, de majd kiderül, remélem majd visszatérsz ide, és akkor kiderül. Ami nem strand, de érinti a sportfólió Kft-t, ugye a Gyöngyösi Kézilabdaklub veszi át a sportcsarnok és a bemelítőcsarnok üzemeltetését. Mesélj erről egy picit, hogy ez számotokra mit jelent. Igen, én azt ö, azzal egészíteném, hogy részben veszi át, tehát nem minden feladatot vesz át, hanem klasszikus üzemeltetési néven Indul ez a működés július 1 -től. A Sportfólió KFT továbbra is benne marad a rendszerben, mint a Kézilabdaklub alvállalkozója. Tehát minden olyan feladatot, amit eddig elláttunk, azt továbbra is mi fogjuk ellátni azon megállapodás keretében, amit a klubbal kötöttünk, mert hogy ők tudtak pályázni a Sportági Szakszövetségnél üzemeltetési pénz lehívására. Ez nagyon lényeges kérdés. Itt elsődlegesen a rezsit érinti, tehát mondjuk egy gáz villanyszámlát, ami azzal jár, hogy gázóra, villanyóra átírás a kézilabdaklub nevére, hiszen így tudja elszámolni a szövetség felé. Aztán további apróbb részletei is vannak ennek a történetnek, de talán azt mondom, hogy ez a két kiemelkedő költség, ami gyakorlatilag arra lesz majd jó, hogy tulajdonképpen az önkormányzatnak ennyivel olcsóbb lesz, valójában a létesítmény üzemeltetése, üzemben tartása, illetve hát természetesen alapvetően a sportági szakszövetség azt várja el ettől a pályázat útján történt szerződéstől, hogy a saját sportága kapjon a lehető legnagyobb százalékban helyet a csarnokokban, hiszen nem csak a sportcsarnok, hanem az edzőcsarnokot is ö, bepályázták. Nyilván az edzőcsarnok az építkezésből fakadóan tulajdonjogilag a kézilabdaklubé, ott ö, mások, szerződés, de alapvetően eddig is a kézilabda klub használta 90%-ban a két létesítményt, tehát itt nem lesz különleges nagy dolog, annyi változás lesz, hogy talán a, a, működési költségeket könnyebben úgymond be tudjuk húzni egy kalap alá, és akkor mindenki megelégedésére kvázi lesz használva a sportcsarnok. Nincs kizárva semmi, ami eddig ott volt, nagyon fontos, azt hiszem, hogy ezt Nagy Attila elnök úr is elmondta, tehát jöhetnek továbbra is a más sportág beléjek, vagy a civil, vagy a kulturális rendezvények a csarnokban, hiszen az önkormányzatnak 500 órás kerete lesz ebben a szerződésben, amit a napokban készítünk elő. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzá, nagyon sok információt osztottál meg, és hát a meglepetéssel kapcsolatban meg természetesen majd visszavárunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is. Köszönjük a figyelmet, gyöngyös ma lesz, holnap is tartsanak akkor is velünk. Szép estét viszontlátásra!